mai videóban ezt a gyönyörű szép hópehelyet fogjuk elkészíteni, amely csillagformájú és nagyon szép dísze a karácsonyfánknak. Kezdjünk is hozzá, amit használni fogok, horgoló cérnát és másfeles horgoló tűt. Először is készítek a kezemre egy varázsgyűrűt, a varázsgyűrűben pedig nyolc darab rövid párcát, ez az első, és ezen kívül még hetet. Jaj. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. 7 és 8. Ezután ezt összehúzom, és összekapcsolom az elejét a hátuljával. Na, igen, ez nagyon nehéz itt az elején. Így összekapcsolom, most jelenleg így néz ki, picit ránagyítok. Most pedig készíteni fogok először is felfelé két darab láncszemet, de nem ez lesz a kezdetem, hanem mostantól kezdve úgy fog kinézni egy nagy hurok, hogy készítek két láncszemet, majd jön egy négy láncszemből álló pikó. Egy, kettő, három, négy. Ezt ugye visszahurkolom. Itt érdemes mindig lefogni azt a láncszemet, ahonnan indult a pikó. Ezután megint készítek kettő láncszemet, megint jön egy négyes pikó. Ide teszem az ujjamat. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, ide visszahurkolok. Megint. Ezután jön egy négyes láncszem. Ez lesz majd a teteje ennek a kis csillagnak. Ezután jön megint egy pikó, egy négyes pikó. Egy, kettő, három, négy. Így. Ha lefogom, akkor mindig tudni fogom, hogy hol volt az utolsó láncem, ahova vissza kell hurkolnom. Majd megint jön egy kettes láncem, és egy pikó. Egy, kettő, három, négy. Amit megint ide visszahurkolok, és megint jön kettő darab láncszem, és lehurkolok a következő láncszembe itt, ezen a kis varázsgyűrűn. És ezt a folyamatot mindenhol meg fogom ismételni. Most emelek felfelé, innentől viszont már csak kettő darab láncszemet emelek felfelé. Jön megint egy pikó, egy, kettő, három, négy, visszahurkolok, megint jön két darab láncszem, egy, kettő, jön a pikó, egy, kettő, három, négy, visszahurkolok, négy darab láncszem, egy, kettő, három, négy, jön a pikó, egy, kettő, három, négy, ide visszahurkolok, megint jön egy kettes láncszem, egy négyes pikó, és megint jön két darab láncszem, és lehurkolok a következő láncszembe itt, ezen a körön. És ezután még ezt 6-szor meg fogom ismételni, így haladok körbe az összes láncszembe. Elkészült az utolsó ilyen hosszabb láncem sor, ezután visszahurkolok ugyanebbe a láncembe, hogy lezárjam a sort, és itt most nekem ezt el kell vágnom. Ezután
újra hulkolok a tűre, vagyis az ujjamra, és csinálok egy láncszemet a tűre, majd az egyik láncszemnek a tetejébe, vagy egy ilyen ennek a kis mintának a tetejébe belehurkolok, és innen készíteni fogok 2, 4, 6, 7 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utána átmegyek a másikba, és így haladok körbe az összesnél. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jön a következő láncszem. Ide. Mindig mindegyiknek a tetejébe kell a láncszemet tennem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jön a következő. És így tovább. Elkészült az utolsó 7 darab láncszem, és most becsatlakozom ugyanide, ahol kezdtük a sort, és ezután rövid pálcákat fogunk készíteni. És mégpedig ezt úgy, hogy minden egyes láncemnek a tetejébe készítünk egy darab rövid pálcát, mindegyiknek a tetejébe. És így megyünk sorba, lényegében ezzel melevítjük ki ennek a hópehelynek, vagy csillagnak, vagy nem is tudom, csillagnak az egész keretét. Szóval minden egyes ilyen részbe 7 darab rövid pálcát teszünk, majd ide középre, a tetejébe ide is kell egy darab rövid pálca, és haladunk tovább sorba mindegyikbe egy rövid pálca, és ezután, miután ezzel megvagyunk, készítünk még egy sort, ugyanúgy mindegyikbe egy darab rövid pálcát. Elkészítettem a 2 darab rövid pálcakört, és ugye ezeket a részeket majd keményítésnél mindet szépen ki lehet simítani. Most pedig jön a következő sor, ami úgy néz ki, hogy először oldalra kúszunk 2 darab láncszemet, ez 2 darab kúszószem, majd jön felfelé 3 darab láncszem, és utána leszámolok 1-2 láncszemet, és a harmadikba készítek 1 darab egyrehajtásos pálcát, majd jön felfelé 8 darab láncem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ugyanebben a lukba megint jön 1 darab egyrehajtásos pálca, majd megint 3 darab láncem, leszámolok 1-2-t, és a harmadik láncembe lehurkolom. Jön megint 2 darab rövid pálca, itt emelkedik 3 darab láncszemet, leszámolok 2 láncszemet, a harmadikba készítek egy rajtásos pálcát, 8 darab láncszem felfelé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ugyanebbe a láncszembe egy rajtásos pálca megint, majd jön 3 darab láncszem, és lehúrkolom 1-2 a harmadikba, majd jön megint 2 darab egy rövid pálca, és folytatom tovább körbe. Összesen 8 darab ilyen kilógó résznek kell kijönnie. Befejeződött a kör, most ide lekapcsolok ide a két szál közé, és innentől kezdve haladok fölfelé 3 darab láncemet, 2-3, és ebbe a részbe fogok dolgozni. Jön még nekem ide 3 darab egyrehajtásos, 2-3, és készítek 1 darab pikót. Ez most csak 3 láncemből fog állni, visszahurkolok, majd jön ebbe a részbe már megint 3 darab egyrehajtásos, megint egy pikó, visszahurkolok, megint jön 3 darab egyrehajtásos, és a tetejébe pedig 3 darab pikó. 2, 3, és most pedig jön 3 darab pikó. Ezt pedig úgy fogjuk megcsinálni, hogy
Egy, kettő, három láncszem, visszahurkolok. Az összes pikót ugyanide fogom visszahurkolni. Ide, lentre. Megint három láncszem, és megint ugyanide hurkolok vissza. Megint három láncszem, és megint ugyanide hurkolok vissza. Ezzel kialakul egy ilyen kis három sziromból álló virágszerűség, ami egy nagyon szép véget ad ki majd ennek a kis csillagnak. Most megint jön három darab egyrehajtásos. Kettő. Három, egy pikó. Majd megint három egyrehajtásos. Hoppa, csát. Egy, kettő, három. És megint jön egy pikó. És utána a folytatás az pedig megint már egy másik oldalon lesz. Ezen az oldalon fogjuk folytatni négy darab egyrehajtásossal. Egy, kettő, három és négy. Minden oldal így fog kinézni. Az oldal részekben négy darab egyrehajtásos van. Ezekben. Ezt majd természetesen ide le kell hozzá igazítani, a csúcsrészt azt föl kell, majd ez majd keményítésnél lényeges. Szóval ezeknél az oldal részeknél 4 darab egyrehajtásos, pikó, 3 darab pikó, 3 darab tripla pikó, 3 darab egyrehajtásos pikó, 3 darab egyrehajtásos pikó, majd váltunk megint ebbe a lukba 4 darab egyrehajtásos, és úgy szintén ide is már rögtön 4 darab egyrehajtásossal fogjuk folytatni. És így megyünk körbe teljesen a kör körül. Beérek az utolsó egyrehajtásos pálcával, majd összekötöm az elejét, a 3 darab láncem tetején lévő utolsó láncemet, az egyrehajtásos pálca tetején lévő pálcával, és úgy szintén készítek egy akasztót, ami körülbelül ilyen magas lesz. Ezt elvágom, áthúzom rajta, és utána visszadugom bele a horgolótűt, majd készítek egy húrkot, a végét elkapom. Készítek egy húrkot, ezt áthúzom itt, és arra figyelek, hogy ne csusszon ki az ujjam közül a vége, mert ezt a kicsi vége részt, ezt áthúzom még egyszer ezen a húrkon, és ezzel kész van a hurok. Jó, elkészült ez a kis hópehely, szerűség, hát nagyon mutatós, de főleg majd akkor lesz igazán mutatós, amikor ki lesz keményítve, és minden egyes darabja, részlete ki lesz így feszegetve, például itt ezek a részek, vagy fönt a hópehely felső része. Ez mind-mind-mind szépen ki lehet feszíteni. Na, hát ez lett volna a következő kis hópehelyünk, kis csillagunk. Hát szerintem nagyon kis mutatós darab lett, nagyon szép. Remélem mindenkinek tetszik, érthető volt a magyarázat. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel akár a videó alatt, vagy nekem privátban, ha valami nem érthető, vagy nem volt elég jól látható. De remélem mindenkinek tetszett, és jól értelmezhető. Jó alkotást kívánok hozzá, további szép napot, sziasztok!